Sziasztok, Hádal úri vagyok. Most a hippi kommunáknak próbálok meg egy autót keresni. A Tesla Model X-re esett először a választás, de abban csak 7 jó hippi fér el. Utána ott van az ID.Buzz, ami hozzánk legjobban illene, viszont egyszerűen az pedig 27 millió forintul indul. A T1-es és T2-es transporter, amivel még apáink, nagyapáink voltak mindenhol, az pedig sajnos szintén 8-10 millió forint, így esett a választásunk a T3-ra. All the leaves are brown, the leaves are brown, and the sky is gray, and the sky is gray. I've been for a walk, been for a walk, on the winter's day, on the winter's day. If I didn't tell her, didn't tell her, I could leave today, I could leave today. Ez a Volkswagen T3 1.6 TD, ez Pepéjé, akitől láthattátok múlt héten a Jettát is. Én mindenféleképpen szerettem volna ezt megmutatni, mert szerintem egy elég különleges autó a mostani viszonylatban, illetve én biztos, hogy venni fogok egyet, mert a T4-nek számomra nincsen semmi jelentősége, és ez még mindig a régi érát képviseli. Nekem annyira nem tetszik ez a kocka front, viszont sokkal ritkább már, mint a gyári körlámpa, illetve ezekkel a 15-ös mangász felnikkel adja ki az egész, igazából a legjobban a formáját. A barkaszhoz képest ez egy sokkal használhatóbb autó, az igazából ilyen 60-70 között érzi jól magát, ebbe egy hosszú 4-es váltó van a leghosszabb, ezzel már lehet 90-et tartani. Ezzel sem leszünk az autópályáknak az ördöge, viszont azért mégis hamarabb oda lehet érni, mint azzal. Mindenféleképpen meg szerettem volna mutatni, hogy a T3-as transporterben még a régi jének uralkodnak, és hátul van bele a motor, illetve a hajtás is. Ez egy 9 személyes busz, viszont nincs benne a középsülés sor, és így sokkal több helye van benne. Keresztbe én a 175 cm már pont nem tudok elfeküdni, de azért egy kisebb kempingezést így, hogy ez nincsen megültetve, simán be lehet vele vállalni akárhol. Mi legutóbb bringázni voltunk benne a hegyekbe, itt volt 4 bringa keresztbe, és bőven elfértünk benne 4-en. Ez egy külön kihajtható. Azért kajak multival, látod? Milyen jó, mi? Én mondom, úgy örülök neki, hogy erre most lett ideje. Ja, az első ülés. Azt is valahol itt találtam egy pöcköt, és mutatta. Nem ez annyira. Lehet, hogy csak előről megy. Ja, egy lámpa. Elég biztos. Nagyon jó. Akkor az egész szerencsétlenkedésem benne van, figyeld? Azért mekkora, mi? Ezt teljesen át lehetne fordítani, de nekem, mert így az is. Azért nagyon jó. Mi hippik ezt nagyon értékeljük. Így, hogy megfordítottuk az asztalt, meg már ezen is tudunk kajálni, még a legjobbat meg sem mutatta. Be van készítve a kempingáz, ez ennek van kitalálva. Ezek a T3-asok is a felépítésüknek és a használhatóságoknak köszönhetően már egyre jobban tűnnek el. Ez fém, tehát nem jó vele frontálisan ütközni. Konkrétan a kormányosztop is felnyása, és ez még mindig nem puha, de ha ne adj Isten, túl is éljük az ütközést, akkor mögöttünk az ülés alatt lévő aksiból a sav biztos, hogy szét tudja marni az érzékeny testünket. Itt a kerék a fenekem alatt van. Ezért tök jó élmény amúgy a kanyarodás felett, tök máshogy kanyarodik, ugyanolyan, mint a barkasz. Hiába nincsen ebbe se szervó, azért százszor könnyebben lehet eltekerni a kormányt, mint abba. Ez már teljesen más. Viszont évjáratva 3 év van a két autó között, és mint hogyha szintén a fal másik oldalán, mint egy másik világba került volna az ember. Nem mondom azt, hogy ezzel is ledolgoztam volna az életemet, mert ez se olyan, de azért százszor jobb, mint a barkasz.
A T3-asokat amúgy 79-től 92-ig gyártották. Nem mondom, hogy annyira halk, de inkább úgy mondanám, hogy meglepően nem hangos, nem? Tehát most ilyen 80-80 magasságában haladunk, előttünk van pont egy kamion, viszont tökre el lehet utazni vele. Érezni, meg hallani a motort hátul, de egyáltalán nem zavaró. Ez, figyelj, annyira okos, hogy az időt is tudja mutatni. Pim-pim! Hát mi ilyen hippik is már fejlődünk a korral. Pepének köszönhetően ez a busz nagyon-nagyon jó állapotban van. Én nem gondoltam volna, mert eddig ezt nem vezettem. És jó a kormány, fog rajta a fék. Városban tökre agilis. Nagyon sokat borítottak föl ilyet a Cobra 11-be, mert nagyjából abban az érában volt ez már egy nagyon pici értékű busz. A hippik életem sem. Sem móka és kacagás, mert ledobta a szíjat az autó, úgyhogy még az a szerencsé, hogy Pepe felkészített, rakunk fel egy szíjat. Nem tudom még, hogy hogy meg mint, de mindjárt megpróbáljuk. Várjál csak, ide is csináljuk már valamit. Az a baj, hogy várjál, leveszem a hajam. Azzal kezdjük. Fogod? Fogom. Jó. Akkor mindjárt. 13. Hát kell. Ó, le kell vennem a hippi szemüveget is, mert nem tudom, hogy mi merre hány méter. Hát ez mondjuk annyira nem egy bonyolult. Bonyolult szíjazás. Rendes autót kellett volna venni. Drága-drága az ID, bazd, de... Abban nincs elég szíjacsém. Felraktuk az új szíjat, úgyhogy mindjárt mehetünk haza. Nem kell félni, most már nem világít a töltéslámpánk. Pont abban a pillanatban csattant el ugye a szíj, amikor elindultunk az autóval. Illetve Józsi mondta, hogy még mindig valami villog, de ugye ez a villogás ez azért van, mert a tartály figyelmeztet, hogy nincs benne elég víz, de az összes Volkswagennél nem működik ez a víz. Nem igaz. Jó, neked hány éves Volkswagened van? 17. Na, az ehhez képest új, mint ahogy láttuk. Ezzel is történt egy kis affér, de hogyha az ember azért 30 éven felüli autót hajt nap, mint nap, azért egy évszíj hagy essen már le róla. Amikor megjelent ez a T3-as, akkor mi hippik azért hát kicsit hüledezve néztük, mert nekünk ez már túl új autó volt. Viszont ahogy telik az idő, egyszerűen a T4, a T5 és az utána következő modellek sem váltották be sajnos a hozzáfűzött regényeinket. Az ID Buzz-on kívül, de hát azt már beszélték, hogy mennyibe kerül, úgyhogy ideig ez a T3 lesz számunkra a legmegfelelőbb hippi járgány.